Múlt héten tartottak szakmakóstoló tábort fiataloknak Apagyon. A középiskolai tangazdaságban a mezőgazdaság rejtelmeibe avatták be a diákokat. Nagyon erős hagyománya van az ágazatnak a településen. Az Apagyi Önkormányzat tulajdonában lévő Akáctrét Kft. Ipari park bővítéséhez nyert 425 millió forintos támogatást a TOP programból. A beruházáshoz az építőanyagárak emelkedése miatt többletforrásra van szükség, ehhez kellett a testület hozzájárulása. Közgyűlési hatáskör a előzetes hozzájárulása többletforrás igényhez. Köztudott, hogy mennyire elszaladtak az építőipari árak. Ezek a pályázatok több évvel ezelőtt lettek benyújtva, ezért indokolt előzetes hozzájárulás, és egyébként a közülés minden esetben előzetes hozzájárulást adta az eddig évben is, és a jövőben is meglátásom szerint a költségnövekmény igényekhez. Az egyik egy ipari parki pályázat, egy nagyon innovatív és a megye mezőgazdasági adottságaihoz alkalmazkodó, Apagyon létesítendő ipari park, amelyben egy olyan termelőüzem létesülne, amely középnyírsének a mezőgazdasági termékeire számíthat, a másik pedig Nagykálló esetében egy olyan csak fontos közösségi fejlesztés megvalósítása. A testület szerdai rendkívüli ülésén többségében a kormánypárti képviselők vettek részt. Az ellenzéki oldal szinte üres volt. A tagok egyöntetűen támogatták az előterjesztést. Sesták Oszkár elnök azt mondta, reményei szerint nem kell egyetlen fejlesztést sem elhalasztani azért, mert nőttek a beruházási költségek. Az eddigiekben a minden egyes költségnövekményt, indokolt költségnövekményt az állami költségvetés Európai Uniós források segítségével meg tudott valósítani. Meggyőződésem szerint költségnövekmény igény miatt a jövőben sem kell, tehát a hátralévő rövid programozási időszakban sem kell fejlesztésekről lemondanunk. A testület szerdai ülésen elhangzott még, hogy az idei megyenapot szeptember 10-én tartják Tiszavasváriban. Abban a hónapban rendes ülése is lesz a megyei közgyűlésnek.